Festészet és irodalom találkozott az Illa Kávéházban megrendezett művészeti estem. A Krúdi Irodalmi Kör mintegy 12 éve választotta rendezvény sorozatának helyszínéül a kerületi cukrászdát. A kávéházi esték keretében festők, grafikusok kiállítását, énekes és zenei előadók műsorát, valamint irodalmi művek és alkotó csoportok bemutatását követhetik nyomon a látogatók. Ezúttal Vasvári Ildikó kiállítását és Dedik János könyv bemutatóját ötvözték a szervezők, nem véletlenül, hiszen Ildikó illusztrálta az esten bemutatott kötetet. Íróbarátom, akinek már a harmadik könyvét illusztrálom, úgyhogy ez most már a harmadik könyv. Ha megkérnek, akkor szívesen megcsinálom, ha tudom és sikerül. Kreatív tevékenységgel foglalkoztam már körülbelül egy 30 éve. Általában akrillal festek, de pasztellel is szoktam. Az olajjal ritkán, kisképeket is csinálok, nagyképeket is, mint ami itt vegyesen van, portrékat is. Dedik János kerületünkben élő író életében kulcs szerepet tölt be az utazás. Alkotásai nagy részét is ez ihlette meg. Mongóliában 1966-ban kerültem ki dolgozni egy munka kapcsán, és ott kezdtem el, volt időm, és ott kezdtem el a verseknek az írásával. Úgyhogy a verseimet 4 csoportba osztottam be a könyvbe. Vannak külön a mongol versek, vannak külön a istenes versek, vannak a szerelmes versek, és egy külön csoportban, a negyedikben pedig a vegyes versek találhatók. A kávéházi esten zenés produkciók és versek is színesítették a programot.